Szeretettel köszöntök mindenkit a hagyományos somorjai adventi forgatagon. Először megkérem Kótai László atyát, hogy mondja el adventi gondolatait, és gyújtsa meg az adventi koszorún a harmadik gyertyát. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves híveim, kedves testvéreim! A magára is valamit adó, igényes ember egy ünnepre készül. Azt is meggondolja, hogy egy ünnepre hogyan készüljön. Karácsony örömünnepünk lesz, az egyház szándéka szerint azonban az advent, az elcsöndesülés ünnepe. Én a mai alkalomra hoztam önöknek egy kincsét az egyháznak, mégpedig szeretném elmondani Gregorián éneket. A Gregorián ének Nagy Szent Gergelyről kapta a nevét, aki az 5. században volt pápa, ám előtte bencés szerzetes volt. Amint a kolostorokat járta, egyiket a másik után, csodálatosabbnál csodálatosabb dallamokat hallott. A baj csak az volt, hogy egyik kolostorból a dallamokat nem lehetett átvinni a másikba, hiszen még nem találták ki a kotta írást, olvasást. Így aztán, aki megjegyezte, az átvihette, aki nem, az nem tudta. Nagy Szent Gergely azonban kitalálta a négy soros, négy vonalas Gregorián kottát, és így lejegyezte a szebbnél szebb dallamokat. Így 1400-1500 év óta az egyház így készül karácsonyra, hogy mindazok, akik Jézus születését fontosnak tartják, elcsöndesülve egy-egy ilyen éneknek, az ószövetségi szövegével elmélkedik át az adventi mind a négy vasárnapot, egy-egy verszakkal többet énekelve, és egy-egy gyertyával többet meggyújtva adventi koszorunkon. Az énekünk tehát adventre így hangzik. Ó, hegek, harmatózzatok, és felhők hozzák az igazat. Ó, hegek, harmatózzatok, és felhők hozzák az igazat. Ne haragudj ránk, Úrunk, és ne emlékezzél többé gonoszságunkra. Íme elhagyatottál ön a szentnek városa, pusztasággá Sihón, és árván maradt Jeruzsálem. A te szentségednek és dicsőségednek lakóháza, ahol atyáink téged dicsőítettek. Ó, hegek, harmatózzatok, és felhők hozzák az igazat. Vétkeztünk, s mint a tisztátalanok, olyanná lehetünk, mint a fa levelek, földre hultunk. Íme gonoszságaink, mint a szélvész, elsodornak minket. Elrejtetted előlünk arcodat, és önnön gonoszságunk
Markába hoztál minket. Ó, hegek, harmatózzatok, és felhők hozzák az igazat. Lásd meg, Urunk, a te népednek sanyarúságát, és küld el az eljövendőt. Küld el a bárányt, a föld kerekség urát. Küld el a kősivatagból Sion leányának hegyéhez, hogy elvegye rólunk fogságunk igáját. Ó, hegek, harmatózzatok, és felhők hozzák az igazat. Karácsonyi készületünket azóta is sokan átelmélkedték már. A családjainkért imádkozni szoktunk, mármint azok, akik fontosnak tartják a családi békességet, boldogságot. Csanád Béla a következőképpen elmélkedik valamennyünk okulására. Úr Jézus, a családokban mindenütt a karácsonyt várják, de sokan nem a te születésnapodra készülnek, hanem a szünetre és az ajándékozásra. Isten olyan távol van tőlük, mintha nem is élne. Mintha sose beszéltél volna a mennyei atyáról, s mintha nem bizonyítottad volna, hogy végtelenül szeret minket. Most értük imádkozom, hogy karácsonykor bennük is megszülessél. Szeresd őket, rokonaimat, barátaimat is, ha idegenek, ha ellenségesek is irántad, ajándékozd meg őket önmagaddal. Amen. Végezetül családjainkért imádkozva kérjük a boldogságos szűzanya közbenjárását. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Keresztények segítsége, könyörög érettünk. És áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönjük szépen László atyának, hogy segített a lelkünket is felkészíteni az ünnepre. Most pedig a műsor a következő lesz. Először a jánosi óvodások lucázást fognak bemutatni, utána a Balassi Bálint Nyugdíjas Klub énekkara következik, a Cynthia Wellness Klub fog utána táncolni, és végül a műsort 17:30-kor a Fúvós Egyesület zárja. Ezennel kívánunk mindenkinek, aki eljött, áldott békés ünnepeket, boldog új évet egyben, és mindenki a fellépők nevében is kívánjuk a támogatóink, János Somorja önkormányzata, a rendező társaskör, a polgárőrség nevében is kívánunk mindenkinek boldog karácsony. Köszönöm. Négy vasárnapon tudod a fényed, és tudod, mikor jön el a kisebb.
szorú kedves szél, jelzed a szeretet ünnepét, még vasárnapon tudod a fényed, és tudod, mikor jön el a kisved. Szeretettel köszöntünk mindenkit az Aranykapu Óvoda Katica csoportosai nevében, akik ma eljöttek ezen a szép napon, hogy együtt készülhessünk az advent jegyében a karácsonyra. Kérjük, hogy hallgassák meg szeretettel a műsorunkat. Jaj, ne fázunk, jaj, ne hideg van! Aki fázik, vacogjon, újra körmét topogjon, földigérő bundába, nyakigérő csizmába, bújjon be a dunyhába, üljön rá a kályhára, mindjárt megmelegszik. Aki fázik, vacogjon, újra körmét topogjon. Nyakigérő csizmába, bújjon be a dunyhába, üljön rá a kályhára, mindjárt megmelegszik. Na lányok, fáztok még? Igen. Hát akkor gyorsan rakunk egy tüzet. Bácsorogjunk, bácsorogjunk, tetőfával tüzet rakjunk, sejmeg is melegedjünk, sejmeg is melegedjünk. Bácsorogjunk, tetőfával tüzet rakjunk, sejmeg is melegedjünk, sejmeg is melegedjünk. Bácsorogjunk, bácsorogjunk, tetőfával tüzet rakjunk, sejmeg is melegedjünk, sejmeg is melegedjünk. Ácsorogjunk, bácsorogjunk, tetőfával tüzet rakjunk, sejmeg is melegedjünk, sejmeg is melegedjünk. Na lányok, hogyha most már megmelegedtetek, akkor tudjátok, hogy december 13-án jön Luca napja, mi is készültünk rá, úgyhogy most hallgassuk meg Réka, Lara és Anna előadásában a Luca napja című verset. Erre Anna felé. Luca nap és 13, szerencsével én nem játszom, bal lábbal én fel nem kelek, tűt a kezembe se veszek, asszony népség kora reggel, a házamban nem vizitel, de hogyha férfi önöl összönleg, meg az Isten Olyan hosszú kolbászotok legyen, mint a falu.
Adj csibétek legyen, mint téged a csillag! Luca, Luca, kicskocs, kicskocs, galagonya három, a pálinkát várom, ha nem adnak szalonnát, levágom a gerendát, ha nem adnak költét, elviszem a böskét. Annyi pénzetek legyen, mint a fejvad. A disznótoknak akkora szannája legyen, mint az ajtó. Mondja csak. A tyúkotok úgy megöljetes, mint én ezt a számát. Oda dobhatják a lányokba a jó, és mondhatjátok, hogy adjon az Isten! És sok állatot, jó egészséget az egész családnak! Ha valamit adnak, megköszönjük szépen, ha nem adnak, magukra vessenek, mert a luca elviszi a szerencséjüket! Kicskocs, kicskocs, galagonya három,
akadt a körtefán, s míg megleltem gondolán, elúszott a délután. Sakka sára cimborán, a szél után, délután, délután.
Köszönöm.